Sziasztok, jó estét kívánok! Egy rövid visszajelzést kérek, ötöst, hogy van-e hangunk, egy ötöst ide írjatok már a chat falra. Szuper! Isztor Vilmos vagyok, és én vagyok megint az est házigazdája, de csak hátulról. Én fogom a technikát kezelni, Tibinek tényleg teljes erőbedobással az összes olyan technikát, amit elővesz nektek, hogy 13 hét alatt leolvadjon a zsír. Ki mit szeretne természetesen, az megvalósuljon. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Hozom is fel nektek gyorsan Tibit, már előmelegítettük itt a szobát jó videókkal, remélem tetszett, így próbáltam olyanokat válogatni, ami kicsit így fölturbalizálja az agytekervényeiteket, úgyhogy én el is köszönök, csak annyi Tibi, hogy mindig szólj, hogy mikor léptessek. Még a közönségnek annyit, hogy készüljetek jó kérdésekkel, mert nincs hülye kérdés, csak hülye válasz. Ugye Tibi? És akkor adom a szót nagy szeretettel. Sziasztok, szevasztok, szép kölcsön elszántak. Hát hülye válasz, hát azért próbálom a válaszokból is a lehető legtöbbet kihozni. Oké, szóval elindult a 13 hetes program, mindenki maximálisan odatette magát eddig. Viszont néha rendkívüli módon felbosszantom magam. Mégpedig azért, mert olyan dolgokat kérdeztek, amelyről már rég tudnotok kellene. Ugyanis létezik egy olyan kis írománya, hogy a testedzési sikerek titka, és ebbe az alapfogalmak le vannak írva. Hát nyomatékosan kérek mindenkit, hogy olvassa el ezt a 30 oldalas kis PDF írományt. Feltöltöttem a 13.7.hu/start oldalra a legelső opcióminját, oda lévő, hogy kötelező. Jó? Hát ott az alapfogalmak le vannak írva. Ez azért is fontos, mert ha nem olvasod el, akkor hülyeséget fogsz kérdezni. Például azt fogod kérdezni, hogy a csípőmről, a combomról, a hasamról, a hátamról, a karomról, innen-onnan leolvasztható-e a zsír? Nem. Abban le van írva, hogy az emberi testről a testzsír mindenhonnan folyamatosan olvad. A testzsír égetés folyamán, ugye? Tehát az alapokkal legyünk tisztában. Mindenképp. Oké, jöhet következő dia. Valaki már írja, hogy helyi fogyás nincs. Nincs bizony. Jó, inkább a kommenteket nem olvasom. Oké. Kihívás. Igen. Félgőzzel nem fog menni, én már figyelmeztetelek benneteket. Tehát maximálisan oda kell tenned magad, minden fronton helyt kell állnod. Fogunk róla beszélni, mi az a három front. Plusz egy front, ról fogok ma még beszélni, aminek kiemelkedően fontos jelentősége van. Eddig ennyire nyomatékosan nem beszéltünk erről a témáról, de ki fogjuk ma vesézni. Jött a következő. A rendszer. Ugye, rendszerbe kellett feszíteni az életedet. Három fronton. Ez a hármas egység, amiről már órákat szajkóztam, szuper hármas, edzés, pihenés, táplálkozás rendszere. Tisztába kell lenned azzal, hogy mind a három fronton kiemelkedően jól kell teljesítened. Ímmel-ámmal nem fog menni. Ez a 13 hetes kihívás arról szól, hogy kifeszítsd a határaidat. Minden tekintetben kiemelten oda kell magad tenni. Kifinomultan kell odafigyelni a táplálkozásodra, a pihenésedre, a regenerálódásodra és a testedzésre. Ez a hármas egység fogja a végén megadni neked azt, hogy sikerrel fejezed be a 13 hetes programot, vagy csak e-mail-ámmal. Már elhangzott az is, hogy nem szabad kifogást keresned. Semmilyen téren. Ha egy kifogást találsz, akkor el fogsz bukni. Nincs kifogás. Teljes mértékben el kell köteleződni. Következő. Szuper hármas. Még mielőtt belekezdenék, tájékoztatnálak, hogy elképzelhető, hogy külső hangok szűrődni, mert én nyilvános internet kávézóban vagyok, de hamarosan meg fog oldódni ez a sztori is, hogy ne kelljen nyilvános helyről beszélnem, de most ez van. Én is elszánt vagyok,
nem kifogást kerestem annak érdekében, hogy itt legyek, hanem megoldást, hogy tudjak veletek kommunikálni. Oké? Menjünk tovább. Tehát, testedzés. A testedzéssel kapcsolatban egy nagyon-nagyon fontos gondolat az, hogy ha elkezded az edzéseket, a tested, a szervezeted alkalmazkodni fog. Az alkalmazkodás időt fog igénybe venni. Ez nem egy-két hetes folyamat, hanem akár több éves is lehet. Minek a függvénye, hogy a testedzéshez milyen gyorsan alkalmazkodik a te tested? Annak a függvénye, hogy neked milyen sportmúltad van. Rendkívül meghatározó például az, amit szoktam kérdezni klienssinterjúknál, hogy 1-től 14-ig, tehát 14 éves korodig mit sportoltál? Volt-e a szívednek, vérkeringésednek megfelelően egy szíved vérkeringés, milyen edzést kapott, sportoló voltál-e, vagy csak e-mail-álmmal csináltad? Rendkívül fontos, hogy 14 éves koráig az ember mit sportolt. Ugye mihez kellett alkalmazkodnia a testének? Szóval, alkalmazkodás. Több éves folyamat. Ugye minek kell még alkalmazkodnia? Ízületeidnek, inaknak, az izmaidnak, az idegrendszerednek is alkalmazkodni kell az edzés. De hogyha stresszes az életmód, az életviteled, extrém stressznek vagy kitéve, akkor nagyon-nagyon nehezen fog összejönni az agyizom kapcsolat, annak érdekében, hogy célzottan fog tudni edzeni. A mentális hozzáállásnak ahhoz, hogy milyenek most az életkörülményei, annak is kiemelkedő szerepe van, de mindezen körülmények ellenére is arra kell törekedned, hogy szükséges az elhatározott testedzésedet véghez vigyed. Az, hogy te milyen edzést csinálj konkrétan, ez is egy nagyon-nagyon komplex dolog. Rettenetesen komplex. Függ az életkorodtól, sportmúltattól, szíved vérkeringésed jelenleg milyen állapotban van. Mennyire kifinomult a táplálkozásod, milyen az életmódod, mennyit tudsz pihenni, regenerálódni. Hát nagyon-nagyon komplex és összetett dolog. Mekkora túlsúlya rendelkezel? Ha idősebb vagy, 30 év felett vagy, akkor valamilyen szinten mérvadó lehet az számodra, hogy 18 évesen milyen kondiba voltál, és hány kiló voltál. Oké? Ez sem mindenkire ráhúzható sablon, de talán, hogyha 18 éves korodig sportoltál, vagy jobban odafigyeltél magadra, akkor az mérvadó lehet, hogy egy olyan kondicionális állapotot, egy olyan fizikumot el tudjál érni. Jó? Tehát a testedzés egy folyamat. És el kell kezdened. A lehetőségeidhez mérten el kell kezdened. Mit csinálj? Nagyon-nagyon sokan értékes információkat osztanak meg a Facebook oldalon, duci tornákat, különböző edzési stílusokat, egészen haladó ötletek is vannak, tehát onnan már lehet meríteni. Egy a lényeg, vésd kőbe az edzések időpontját. Az is elhangzott fél információként, valaki ma betolta, ami meglehetősen felbosszantott, hogy én 6 napos edzéstervet írtam. Vagy javasoltam. Nem. Abszolút nem erről volt szó. Az egy teljesen más példa volt. Én azt hangsúlyoztam, meg hangsúlyozom mindig, hogy nincs mindenkire ráhúzható sablon edzésterv. Ha valaki újrakezdő, vagy most kezdi a testedzést, heti 3 intenzív, másfél órás tréninget javaslok. Max másfél órást. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosnak kell lenned annak érdekében, hogy saját magad számára milyen edzéstervet határozol meg. Ne feszíts túl a határaidat. Én nem arra bíztatlak, hogy szakíts szét magad is, hogy hallj meg, hanem arra, hogy ésszel, meggondoltan, megfontoltan, lépcsőről lépcsőre fogsz tudni haladni testezési sikerek létráján. Oké? Tehát ne szakíts szét magad. Van egy megszállott, elvetemű testedző, aki
egy hölgy, biztos magára fog ismerni, aki írja, hogy plánket fogok csinálni, tehát a statikus hittartást. Tehát a statikus hittartás túlsúlyal egy rendkívül veszélyes gyakorlat. Azt csak haladó testedzőknek ajánlom. Miért? Azért, mert hogyha hasi zsírunk van, akkor az fogja lefelé húzni a törzsünket, a hasunkat, a gerincünket, a gerincmerevítő izmainkat. Ez abszolút nem optimális. Tehát ne csináld! Ne csináld! Ha túlsúlyod van, a legelső stratégia az legyen, hogy húzuskontrollal, zsírégető zónába kardió edzéseket végez. Itt a kardió edzések miben léte az másodlagos? Az elsődleges a zsírégető zóna. Az, hogy te zsírégető zónába legyél. Mi a zsírégető zóna? Szépen menjél rá az 1-es, 2-es, 3-as tananyagokra és olvas utána. Oké? Okay? Maximál pulzusod 60-70%-ra. Ha nem áll rendelkezésedre olyan óra, amivel tudod mérni a pulzuskontrollat, akkor nem vagy szerencsés helyzetben. Nagyon-nagyon ösztönösen ezt nem fogod tudni meghatározni saját magadnak. Mivel a zsírégető zónádnak megint nagyon sok függvénye van, hány éves vagy, mennyire edzett vagy, stb. Most mondok egy példát, ha nekem a zsírégető zónámat egy klasszikus táblázat alapján kellene belőni, akkor én nem járnék szerencsével, mivel az én zsírégető zónám ott van, míg 10 évvel fiatalabb lennék. Tehát egy 33 éves átlagos férfinak a zsírégető zónája felel meg nekem most 43 évesen. A zsírégető zónámat szerencsére el tudtam tolni pozitív életterembe. Oké? Okay? Tehát attól függ, hogy te mekkora túlsúlyod van, milyen állapotban van a szíved vérkeringése. Jó? Tehát a zsírégető zónád kritikus tényező, hogy ezt nagyon komolyan vedd. Ez egy pulzusmérő órát, lehetőleg polát, apropó megragadnám a lehetőséget. Minden elszánt 13 hét résztvevőnek a polár ezen a héten egy 15 egységes kedvezményt ad minden polár termékben. Ezt a harmadik feladatban megtalálod. Kattints a 13 hét pont ura, ott a start menüre, és a harmadik feladatnál megtalálod azt, hogy milyen feltételekkel lehet ezt igénybe venni. A Polárnál, hogyha egy Polár órát szeretné venni, akkor telefonos segítséget is nyújtanak. Hiszem, hogy 13 vagy 15 ezer forint körül kezdődik az első alapmodell. Jó? Hát a Polár az egy piacvezető technológia ebben a területen. Ez olyan, hogyha a Nike cipőt vennél, hogyha a sportcipőt szeretném magadnak választani. Okay? Én azt gondolom, hogy legyél igényes, és válasz egy olyan órát, ami stabilan, megbízhatóan működik. Jó, de zsírégetés, edzés. Nem szabad türelmetlennek lenned. Ha jelentős túlsúllyal rendelkezel, az a túlsúly azért nem egyik napról, egyik hétről a másikra szalad fel rád, azért idézőjelben sajnos meg kellett dolgoznod, hétről hétre, hónapról hónapra, alattomosan rakódtak rád a plusz dekák, plusz kilogrammok. Okay? Tehát legyél türelmes. Az átlagos fogyás, ami még optimális és egészségesnek mondható, az 1-1,5 kiló hetente. Jó? Tehát ezt azért vedd figyelembe. Oké? Okay? Pihenés, regenerálódás. Ma küldtem ki ennek a tananyagát, ami ugye ott részletesen le van írva, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venned. Most nem megyek ebbe a mesébe bele, ott szépen le van írva részletesen. Minden tekintetben a Super 3-as egyik pillére a pihenés regenerálódás. Kiemelten oda kell figyelni erre a területre is. Ha nem figyelsz oda, ha elhanyagolod, nem fognak jönni az eredmények. Jó? Táplálkozás. Én megragadnám az alkalmat. Iszok egy kortyot, egészségedre. És ünnepélyes keretek nélkül bejelentsem, hogy én nem vagyok táplálkozás szakértő. Tehát
egészen mélyen a táplálkozás tudománnyal nem foglalkozom. Kaptam ma is egy felháborodott hangú levelet, hogy hát mit képzelek én, hogy nem válaszolok az ő levelére, hogy ilyen meg ilyen allergiái meg problémái vannak, és tanácsot kért, hogy mit tehet, mit ihat. Én nem fogok tudni érdembe válaszolni egy ilyen kérdésre, mert én nem vagyok a táplálkozás tudományok doktora, erre ott van Barta Ákos tanult barátom, aki egészen mélyen a sejtekig tanulmányozza a bonyolult összefüggésrendszert. A táplálkozásod az egy nagyon komplex, bonyolult összefüggésrendszer. Az első lépés, amit megtehetsz ezzel kapcsolatban az, hogy figyelsz magadra. Figyeled az emésztési folyamatodat. Odafigyelsz arra, a különböző tápanyagokat, hogy emészti a gyomrod. Könnyen emészted, vagy nehezen? Felpuffasz tőle, utána komfortérzésed van. Az első nagyon fontos stratégiai szempont táplálkozás beállításával kapcsolatban az adagokra kiemelten odafigyelsz. Mekkora adagokat eszel, és megpróbálod csökkenteni az adagok méretét. Oké? Rendkívül fontos. Jó? Tehát edzés, pihenés, táplálkozás. Mind a három ponton maximálisan teljesítenek kell. Jött a következő díja. Amin az elmúlt egy hétben változtatnod kellett, a testedzési szokás. Az a legszebb, hogyha nem volt eddig szokásod a testedzés. Ugye? Nagyon sokan most kezdték el a 13 hetes kihívás részeként, ugye, beiktatták a napi rutinjukba a testedzés szokásának. Az első és legfontosabb az, hogy kőbe vésd az edzések időpontját. Ha edzés van, akkor edzés van. Nincs kompromisszum, nincs halasztás. Az életedet erre kell felépítened. Ehhez kell igazítanod. Ez az elköteleződés első szintje. Jó? A testedzés szokások. Az élethelyzetedhez, a lehetőségeidhez mérten. Mindenkinek javasoltam, hogy ruházzon be egy egykezes húzókészletre, és kezdje el a gyakorlatozást. Férfiaknak, nőknek, kortól, nemtől függetlenül el kell kezdeni és húzós gyakorlatokat. Szóval, testedési szokásokat be kell építeni az életedbe. Ez volt az első és legfontosabb. Betartani. Mellette. Nincs kompromisszum, nincs hallgatás, nincs halasztás. Következő. Táplálkozási szokások. Ugye ez a nehezebbik része a dolgoknak. Nagyon-nagyon sok hasznos és értékes információt osztanak már meg azok az elvetemült fanatikusok, akik már finom hangolták a táplálkozásukat. Arra biztatlak, hogy nézz körül a paleó sütemények házatáján is, és ugye sokaknak kritikus tényező az, hogy az édességet, az édesség utáni vágyat hogyan pótolják. A paleó receptek között nagyon-nagyon sok klassz olyan alternatív van, amelyekkel te az édesség vágyadat fogod tudni csillapítani. Táplálkozási szokások. Javasoltam, hogy mindenki építse be az étrendjébe a nyers zöldségek fogyasztását. A nyers zöldségek fogyasztása csodát fognak tenni a testeddel. Az garantálom. Csak és kizárólag tiszta vizet igyál. Napi szinten pótold a vitamin szükségletedet. Lehetőleg egy nagyon jó minőségű multivitamin formájában, amelyekben vannak ásványi anyagok és nyomelemek is. Mindenkinek javaslok napi 1-2000 mg C-vitamin. Jó? És itt jön egy olyan tényező, hogy bizony, ez körültekintő tudatosságot igényel, a lényege az, hogy be kell vásárolnod, elő kell készülnöd ahhoz, hogy te kifinomultan tudjál táplálkozni. A napi rutinod része kell, hogy legyen az, hogy te bevásárolsz a piacon, előkészíted a napi kajádat, ha
nem tudod olyan forrásból beszerezni. Sokan panaszkodnak, hogy utálnak főzni, körülményes nekik konyhába állni. Ez része az elköteleződésnek. Azt kell, hogy mondjam. Te útközben, jártadba, keltődbe nem fogod tudni megvenni azokat a minőségi tápanyagokat, amelyekre szüksége van a testednek. Tehát elő kell készíteni, meg kell venned, ki kell készítened kis műanyag dobozokba. Oké? Másképpen nem fog működni. Ez az elköteleződésed első szintje. Nem szabad megbukni. Ugye elhangzott, egyetlen kifogás sem szabad találnod annak érdekében, miért nem csináld. Oké? Tehát oda kell figyelned arra, hogy azokat a tápanyagokat optimális mennyiségben kikészítsd a saját részedre. Lehet, hogy fél órával korábban kell kelned, és akkor mi van? Ez egy fontos tényező, meg kell tenned. Pihenési szokásokban már beszéltünk erről. 8 óra pihentető, egészséges alvásra szükséged van minden tekintetben. Jó? Pont. Ennyi. Túl van tárgyalva. Következő sztájt. Sürgetni akarnak. Ha hiszed, hanem ez a 13 hetes kis kihívás, rendkívül gyorsan elfogtál. Minden pillanatot, minden önfegyelmedet meg kell ragadnod annak érdekében, hogy maximálisan tudj teljesíteni, és tényleg egy fantasztikus testedzési eredménynek tudj örvendeni a 13 hét végén. Mindig minden számít, minden apró lépés, minden cselekedet, amit annak érdekében, hogy sikeres legyél ezen a 13 hetes kihíváson, jelentősége van mindennek. Ha arra gondolsz, hogy ezt most nem teszem meg, mert ez nem számít, most nem kerek fel edzésre, mert ezt a mai napot kihagyom, mert nem számít, most még ehetek szemétkaját, mert ez az egy, hogyha egyszer félrekajálok, az nem számít. De számítani fog. Mindig minden számít. Ha megbillennél, ha vétkeznél, akkor jusson eszedbe ez a gondolat, hogy mindig minden számít. Oké? Okay? Itt olvasok mellékesen egy kommentet, hogy szórakozás 8 óra, az nekünk az edzés. Igen. Akkor vagy jó úton a testedzés vonatkozásában, hogyha az számodra örömöt és élményt nyújt. Az már az elköteleződés egy szintje, és egy olyan érzelmi állapotba tudtad magad csatornázni, hogy számodra öröm a testedzés. Nagyon-nagyon jó úton jársz. Addig, amíg számodra nem lesz öröm és élmény a testedzés, addig nem vagy jó úton, azt kell, hogy mondjam. Erre kell törekedned. Te nem szabad feladnod. El fogok hozni nektek egy olyan hölgyet, egy igazán elvetemült, elképesztő 43 éves hölgyet, aki testedzésben 10-szer elbukott. Nulla önbizalma volt. Pánikbeteg. És egy olyan elképesztő fizikumot épített fel magának, mondhatni pár év alatt, ami egészen lenyűgöző. És 10-szer elbukott, 10-szer abba hagyta. Mindig meggyőzte magát arról, hogy neki ez nem fog menni, ő sikertelen, ő vesztes. És ezt elkönyvelte így. Aztán mindig volt valami érzelmi nyomógomb, ami miatt ő hozzálátott, újra megpróbálta. Aztán megint elbukott. Megint hozzáfogott, megint elkezdte, megint próbálkozott. Aztán megint elbukott. És ez így ment hosszú időn, hosszú éveken keresztül, míg egyszer csak elkapta a fonalat, ráérzett a testedzés ízére, megtalálta azt az edzési stílust, ami számára kielégítő örömet okoz, és maximálisan el tudja benne kapni a flow-t, számára egy örömforrás, és akkor áttörte a saját korlátait, átlépte a határait, és egy olyan lélegzet elállító fizikumot ott magának felépíteni. Ezt te is megteheted. Mindenkinek a rendelkezésére áll az, hogy a saját testéből a lehető legjobbat hozza ki. Csak mi szükséges hozzá? Elszántság, intelligencia, tudás, akaraterő, kitartás. Okay. De ezért vagyunk itt, azért motiváljuk egymást, hogy ezt még tudjuk valósítani. Okay. Tehát maradj lendületben, ne hadd magad letéríteni az útra.
Vedd magad körbe olyan emberekkel, akik támogatnak, segítenek a célod elérésében. Ki kell tartanod. Ez a 13 hét arról szól, hogy megígérted, hogy végig fogod csinálni, és óráról, órára, percről, percre erőfeszítéseket kell tenned annak érdekében, hogy sikeres legyen számodra ez a 13 hét. Ki kell tartanod, nincs más választásod, mert megígérted saját magadnak, és nekem is. Oké? Okay? Ezt veheted fenyegetésnek. Ki fogsz tartani? Nagyon szépen köszönöm. Következő slide. Továbbra is állhatós kitartást és sikeres megvalósítást kívánok neked. A feladás nem opció. Soha nem volt az, és nem is lesz. Nem szabad feladnod. Most pedig várom a kérdéseiteket. Bátran toljátok. Ne fogyasszunk tejintejet, növénytejjel mi a helyzet, azt lehet elfogyasztani növényi tej. Növényi tej. De miért iszol tejet? Kezdjük ott. Ha elkezded a vízivást, nem fogod kívánni a tejet, a tejintejet, meg semmilyen tejet. Minek iszol tejet? Ha elkezded a vízivást, a szokásoddá válik, az energia szinted stabilan magas lesz. Nem fogsz kívánni semmilyen más lötyöt. Az emberi testnek csak és kizárólag a tiszta vízre van szüksége. Ennyi. 8 óra alvás többszöri részletben is érvényes. Hát a legoptimálisabb egyébként az lenne, ha 10 órakor kerülnél ágyba, és reggel 6-kor ébrednél fel. Hogy miért? Ebben nem megyünk bele. Picit még tolnátod ezt a határt, akkor 11 órai lefekvés és 7 órai kelés. Szükséges és rendkívül fontos, hogy éjfél előtt lehetőleg 11-kor ágyba kerülj, és 7 órakor kelj. Több részletben nem annyira optimális, de ha nincs más választás, nincs más élethelyzet, akkor legyen több részletben. De ragaszkodni kellene az egy részlethez, jó? Hogy egyben pihenesz 8 órát. Folyamatos műszakban ez nem megy. Évben alszom, zaltatottan. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Zaklatottság az meg egy olyan lelkiállapotot feltételez, ami rendkívül hátrálható tényező lesz számodra a 13 hét folyamán. És ez a negyedik pont, amiről szerettem volna beszélni, hogy a lelki békéd most milyen stádiumban van. Ha nincs meg a lelki békéd, akkor lehetsz bárhol, lehetsz bármilyen testben, lehetsz bármennyire gazdag, nem fogod élvezni az életet. Sajnos. Hát, annak érdekében, hogy a lelki békédet megtaláld, annak érdekében is erőfeszítéseket kell tenned. Relaxálj, olvass a könyveket, amelyek segítenek számodra, olvass spirituális irodalmat, motivációs irodalmat, sorolhatnám még. Próbálj több időt szállni magadra. Ha nagyon nagy bajban vagy, akkor menj egy pszichológushoz. Komolyan. Olyan szakemberek, akik azért tanultak, hogy neked érdemben segíteni tudjanak. Oké? Okay? Gyümölcs délelőtt jó, jó, külön étkezés kell. Munkahelyi gondok, hát gondok mindenhol vannak, hát ezért élt az élet, legyenek gondok. Mi lehetne, hogy nem lennének problémáink? Ugye, mindenkinek csak azon járna az esze, hogy mennyi lesz. Szép legyen, mennyire jó testalkat legyen, milyen esztétikus legyen, és az utcán csak csodálatos emberek, csodálatos fizikumban mászkálnának. Ugye milyen szép világ lenne. Tehát ezért élt az élet, hogy legyen a kihívás. Mindenkinek megvannak a maga problémái, mindenkinek megvannak a maga gondjai. Ezt meg kell tanulni, kezelni. Túl kell lépni rajtuk. Hát ez az élet egyik nagy kihívása, hogy felújt tudj kerekedni a problémáidon, és mindig egy pozitív attitűddel tudj előrelépni. Ne sújtsanak le, ne döngöljenek bele a földbe a gondok, a veszteségek. Előfordul mindenkivel, hogy padlóra kerül esetleg a padló alá, de meg kell tanulnod felállni onnan. Ezért élt az élet. Csokoládé utáni vágyja a beteget.
Mondtam már, hogy keres alternatívákat. Az előző videóban, ha visszanézed, akkor meg fogod találni ezeket a válaszokat. Tekerjünk tovább. Jó. Azt mondja, hogy... Heti tervem, Attila írja. Egyik nap súlyzós edzés, másik nap kardió, 5 napon keresztül, 2 nap pihenő. Ez optimális akkor, ha zsírt akarok égetni? Attila, az nem derült ki, hogy mekkora túlsúlyodban, vagy van-e túlsúlyodban, hogy mennyi zsírt szeretnél, vagy mennyi testsúlytól szeretnél megszabadulni, de egy nagyon jó stratégia, hogyha haladó testedző vagy. Ha kezdő vagy, akkor ez túl sok lesz. Oké? Okay? Jó. Azt mondja, hogy várom a további kérdéseket. Neki mélyetek, jöhetnek. Kis Mónika, Tibi, a tekercselésről tőled szeretném hallani, hogy van-e értelme a mindenféle krém nélkül, csak úgy napul, bőrfeszesítés vagy fogyás szempontjából, kardió közben például. A legerőteljesebb stratégiai gondolat ezzel kapcsolatban az, hogy ha optimálisan táplálod a saját anyagcsere típusodnak a megfelelően a tested, és zsíregető zónában hajtod végre a kardió edzéseket, az lesz a legjobb bőrfeszesítő stratégia számodra. Oké? Okay? És nagyon-nagyon sok vizet kell inni. Mérsékelni kell a gyümölcscukor bevitelét is, hölgyeknek, hogyha nagyon feszes, úgymond narancsbőrmentes testrészeket szeretnének. Tehát minimalizálni kell a gyümölcscukor bevitelt. A klasszikus értelembe vett cukrot meg természetesen teljesen ki kell vonni. Rengeteg vizet kell inni, nyers zöldségek, optimális táplálkozás anyagcsere típusnak megfelelően, és ez fogja elhozni a várt eredményt. Mellette még súlyzós edzés, célzottan. Tehát például a farizmok, ugye a hölgyeknél kritikus területek, comb, láb, popsi, csak és kizárólag súlyzós edzéssel fogjuk tudni elhozni a kívánt esztétikai eredményt. Ha nem végzünk súlyzós edzést, akkor ugye nem lesz izom, lötty lesz a bőr. Tehát löttyek lesz a popsi magyarán. Oké, okay, tehát súlyzós edzés. Kötelezően. Azt mondja, hogy nézzük a kérdéseket. Csokit lehet enni. Csokit lehet enni, igen, a 13 mét után. Egy táblával. Addig nem. Keménység van, elköteleződés. Tea is lehet, így van. Egy konkrét kérdés, 35 kg súlyfelesleg, 54 éves vagyok, hogyan edzek? Háromszor járok zumbára és gyalogolok. 35 kg súlyfelesleg hölgyről van szó, az már elég jelentős. Én első körben háromszor járok zumbára. A zumbát is, drága hölgyemény, púzus kontrollal kellene végrehajtani. És ott kiderülnek, te milyen zónában vagy. Zsíregető zónában tudod magad tartani zumba közben, vagy alatta, vagy fölötte. Nem mindegy. Oké? Ha hetente háromszor zsíregető zónában tudod magad tartani egy óráig, akkor az jó lehet. Viszont nagyon-nagyon vigyáznod kell, hogy a térd izületeget ne terhel túl. Ekkora súlyfelesleg már jelentős, tehát semmiféleképpen ne kezdj el futni. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, szarvas hibát, hogy jelentős túlsúlyra elkezdenek futni. Mi történik? Térd izületeit túlterhelik, tönkre vágják. Nem zsírigető zónába futnak, mert fogalmuk sincs. Azt gondolják, hogy minél jobban, minél erőtesebben futnak, annál jobban fog égni a zsír. Nem. Így duplán kicsesznek saját magukkal. Túlsúly kontrollát, kardió edzés, az alapja mindennek, túlsúlynak. Jó lehet ez a három edzés. Hogyan edzek? Én javasolnám, amennyiben mód és lehetőség van rá, hogy folytasd ezt a stratégiát,
finom hangon a táplálkozásodat, nagyon-nagyon precízen, és a három zumba edzés mellett még próbálj meg beiktatni gyors sétát a szabadba, pulzus kontroll a zsírégető fázisba. Okay? Az első egy hónapnak ez egy nagyon jó stratégiája lehet. Utána majd jöhet a következő szint, de arra majd visszatérünk. Googleás súlyzóval. Jó, oké. Így van, bizony. A jutalmunk csoki lesz. Ugye a 13 hetet május 22-én gálával zárjuk, majd Budapesten mindenkit sok szeretettel várok, csokival felfegyverkezve. De hozzatok nekem is, mert addig én is megvonáson vagyok. Okay. A súlyzós edzés jól hangzik, kiadjon, mert nem emeltek állva semmiképpen max. 5 kg magdi. Ezt nem tudom hova tenni. Ági kérdezi, hogyha 4-5 litert megiszom, akkor csípod a kézfejem. Tehát 4, nem tudom, tehát 4-5 litert azért nem feltétlenül szükséges meginni, kicsit soknak tűnik a 4-5 liter. Szerintem nem attól fog zsibbadni a készfejed. Barna cukor, használjuk szilit, cukor helyett szerintem jó, muszáj a gyerekek miatt a sötétbe. Igen, egy lépése jobb, mint a klasszikus értelemben lett kristály cukor. Így van, a VIP részlegen be fogom mutatni az edzéstechnikát, a súzós edzéstechnikát, és lesznek súzós alapgyakorlatok, így van. A VIP soknak kiemelten fogunk ezzel a részével foglalkozni. Szia, zsírégető szedési hatások fogyásban, Helga. Jó minőségű zsírégető termékek, táplálékészítők segíthetnek, de válogasd meg azt, hogy milyen termékeket fogsz használni. A táplálék kiegészítőknek csak másodlagos szerepük van. Az elsődleges, az optimális, tiszta táplálkozás. Ez az első. Semmilyen zsírégetőnek, semmilyen csoda termék nem fogja a megoldást számodra elhozni. Királyhelyi Beatrix, nem tudom, mit írtál, drága, itt annyian írnak, hogy elveszem itt az üzenetekben. Hajmi. Oké, pulzus kontroll, de óra nélkül is gondolom tudjuk, mi az, ugye? Haladó szinten tudjuk. Ha haladó szinten, már egészen magas a testtudatod. De kezdőként, ha még soha nem használ pulzus kontrollt, mert nem volt ilyen órád, akkor mindenféleképpen kell, mert nem fogod tudni magadnak belőni ösztönösen. Ugye régebben létezett egy olyan, hogy own zone, amit már kivontak a forgalomból, a különböző pulzusmérő technológiáknál, ennek az volt a jelentősége, hogy az adott nap pillanatnyilag mennyire vagy terhelhető. Nem mindegy, hogy milyen pszichés és mentális állapotban vagy. Ezt jellemzően csúcsszintű sportolóknál használták, mert ezt ösztönösen nem fogod érezni, hogy a szíved milyen állapotban, ugye a szíved vérkeringésed milyen állapotban van. Lehet, hogy te azt érzed, hogy szét akarsz robbanni, hogy fel vagy körülbe, hogy terhelhető vagy, ketté harapod a tárcsákat az edzőteremben, viszont a szíved más fog mutatni. Ezért kell a pulzuskontroll. Lehet, hogy te úgy érzed, hogy most gyenge vagy, fáradt vagy, alulmotivált vagy, nem fogsz tudni úgy teljesíteni, ahogy szeretnél, viszont a szíved teljesen kipihent, csak egy pici mentális löketre van szükség annak érdekében, hogy eredményes legyen az edzésen, vagy csúcs teljesítményt tudj aznap elérni. Flabéroszról mi a véleményed? Segíthet, szintén nem a Szent Grál, de ha van rá affinitásod, időd, energiád, meg pénzed, akkor az optimális testedésed mellé beilleszthetel, mert a visszajelzések azt mutatják, azt mondják, hogy jó lehet. Okay? Nekem nincsenek személyes tapasztalataim, én nem használtam a saját klienseimmel kapcsolatban, de voltak olyan edzők, akikkel beszéltem, és ők azt mondták, hogy eredményes lehet. Okay. Tabata
módszerről mi a véleményed. Bevallom őszintén, még mindig nem néztem utána, miről van szó. Írjatok majd rám a Facebookon, hogy nézzek már utána és véleményezzem, jó? Utána fogok nézni, lövésem sincs, hogy miről van szó, elnézést kérek, nem tudhatok én sem mindent. Más ligába játszom, de utána fogok nézni és véleményezni fogom. Kezdőként Nordic Walking, az nem futás, az jó, persze, hogy jó, ha a zsírégető zónában vagy. Minden jó, minden kardió jó, a zsírégető zónában vagy. Ez már elhangzott. Folyton ez a pulzus kontroll, folyton. Ezt fogom gyerekek magyarázni. A tudatosság egy következő szintje. Addig még nem találtam hajtott végig az edzéseket, amatőr módon dolgozol. Én arra törekszem, hogy profizmust vigyünk be minden tekintetbe a stratégiába. Ez az első lépés. Ez fogja meghozni neked az áttörést, a pulzus kontroll. 1500-szor el fogom mondani. Aztán majd megszokod, és elkezded használni. Oké? Okay. Jó. Tamás, a program kezdete óta agresszív érzések és ingerlékenység lépett fel. Mit tegyek, enyhítsek a diétán? Először is a szteroid mennyiséget vissza kell venni. Jó, természetesen csak vicc volt. Igen, próbáld meg egy picit kifinomultabban, átgondoltabban a diétádat. Szénhidrátot nem feltétlenül szükséges, hogy drasztikusan megvond saját magadtól. Oké? Okay? Tehát csökkentsd az adagokat, de kifinomultabban. Jó? És a nyers zöldségek fogyasztását vidd be az étrendedbe. Egy nagyon jó kérdés Adrientől, TRX edzéshez is javasolsz-e súlyzós edzést? Ha igen, lehet-e úgy, hogy súlyzós edzés előtt és utána rögtön TRX? Nagyon jó kombináció lehet az, hogy előtte súlyzós edzés, utána TRX, mert ugye a TRX egy szuszpenziós tréner, ami rendkívül jól megnyújthatja az izmaidat, az ínszalagokat, az izületeket. A TRX egy nagyon jó edzési stratégia és edzési forma, támogatom, de mivel én a súlyzózás szerelmes elkötelezettje vagyok, és hiszem, vallom, hogy az a number one az emberi test átalakítására, ezért az elsődleges a súlyzós edzés, és utána jöhet minden más egyéb. A TRX-szel nem fogod tudni célzottan formálni annyira a tested, mint amennyire szeretnéd. Egy rendkívül jó mozgási forma, de nem az a Szent Grál. Szent Grál a súlyzós edzés. Mit csinál sok ezer távra csokival majd? Felajánljuk majd valami alapítványnak, hogy elvisszük olyan gyerekeknek, akiknek ez majd segítség lehet, megígérem. Tényleg ez mennyire jó buli lenne, hogy a gálán majd megkérek mindenkit, hogy hozzon magával egy tálba csokit, és felajánljuk otthonoknak, olyan rászorultaknak, akik nem tehetik meg, hogy csokit fogyasszanak, és már meg is született az elhatározást, hogy a gálára várok mindenkit, hogy hozzájáruljon a rászorultaknak egy tábla, vagy kettő, vagy három csokival, és ezt ebből csinálunk egy nagy hype-ot, hogy ezt kiknek fogjuk majd elosztani, és egy nagyon komoly biztonsági rendszer fogunk e köré majd hozni, komoly kigyúrt kopasz security-vel, hogy ne férjen senki ez a titkosan őrzött objektumhoz és szállítmányhoz, tehát ez tudom, hogy nagyon vigyázni kell majd erre a csokoládi halomra. Azt mondja, hogy Rita, utolsó 5 kilogrammal van hátra, heti 2 súlyzós edzés, illetve 1-2 futás étkezésre, ivásra figyelek, de eddig egy hónap alatt 1 kiló ment le, valamit rosszul csinálok. Tudom, ez a legnehezebb része. Okay. Bocsássatok, még másodszor itt online előadásom egy
hogy mindig nagyon jó, hogy minden egyszerűen hallgatnak közben. Tehát egy-két nyitási kihívás, hogy egy kilogramm ment le, azt csinálok, tudom, mert ez a legnehezebb része. Kérdés, mióta edzel? A futás. Szerintem futásnál lesz a gondod, mert nem zsírégető zónába futsz. Nagyon vigyázni kell erre. Képzeld el, hogyha te edzőteremben futópadon beállítod a zsírégető zónádat, tehát megszoksz egy bizonyos tempót, amellyel számodra a zsírégető zónádat 130, akkor te már tudod futógépen, ilyen tempóba kell futnod annak érdekében, hogy a 130-as zsírégető zónádat optimálisan tartsd. Oké? Szabadba futsz. Ugyanennél a tempónál, ahogy az edzőteremben a futópadon futottál, 140-150 lesz a pulzusod. Miért? Mert teljesen más szabadba futni, mint futópadon. A futópadnak ugye más, teljesen más rátétje, ugye gumírozott, amiről elrugaszkodsz, a szabadba pedig a földről, a esetleg a betonról fogsz elrugaszkodni. Már ez ennyit számít. Tehát az intelligens pulzuskontrollát, edzéseket be kell vinned a stratégiádba, és egyből teljesen más minőségű lesz a tested, el fogod tudni tüntetni azt a kis maradékot is. Jó. Hány kilogramm csirke mellett ehetek egy ebédhez zöldséggel, és hányszor egy nap? Ezt a csirke mell mizériát, hype-ot én ezt elfelejteném. Kvázi beszéljünk fehérje bevitelről. Fehérje vonatkozásában mit javaslok? Különböző fehérje források létezhetnek. Nekem a kedvencem, a number van, darált marhahús. Próbáld ki, egyszerűen el lehet készíteni, majd ha lesz időm, csinálok erről egy videót. Oké, tehát darált marha, szárnyasok, újka, hal. Egy rendkívül jó fehérje forrás a hal. Oké. Hát arra akarlak bíztatni, hogy ne ragadj le a csirke mellél, hanem egyél változatosan különböző fehérje forrásokat. Jó, tehát szárnyasokat és a mája kiemelkedő szerepe. Próbáld meg nyúlmáj, csirkemáj, stb. Ugyanannyi értékű fehérje van, szinte, mint egy csirkemellben. És változatossá teszed az étrendet. Az étrend vonatkozásában nem az a lényeg, hogy elvetemülten és elvakultan rákényszeríts magad egy olyan táplálkozásra, amire undorral gondolsz, hanem az a lényege, hogy jól érezd magad azoktól a tápanyagoktól, amelyeket te meghatároztál magadnak, amely számodra optimális, és akkor vagy úton, ha ezekre kell örömmel gondolsz és örömmel fogyasztod őket. Tehát nincs kényszer. Nem szabad belekényszeríteni magad abban, hogy számodra busztustalan, nem vágykeltő ételeket fogyasz. Jó? Tehát létezik egy olyan út, amikor nem kell nélkülöznöd, magad eszel, iszol, fantasztikusan fogod majd érezni, magas ezt az energiaszinten. Ezt az utat kell megtalálnod. Jó. Nem akarom megvetetni. Nem akarom megvetetni. Én javas a pulzuskontrollt, meg a polárórát. Meg akarom vetetni, de nem kell, hogy polárt válasz. Elhangzott ugye, hogy Lidl-be meg tud venni akciósan. Vedd meg, nem biztos, hogy annyira precíz és kifinomult eredményeket fogsz kapni, mint egy stabil, piacvezető technológiával rendelkező polárnál. Ez pont olyan, mint hogyha ha megvennéd az Adidas cipőt, és megveszed az Adios cipőt. Érted? Tehát legyünk már igényesek. Oké? Okay? Polárórában mindenféleképpen be kell ruháznunk. Hányan rohangálunk, mondjuk én nem, de hányatoknak van csúcs technológiája, mobiltelefon, iPhone, otthon drága plazma TV, sorolhatnám. Erre nem szabad sajnálni a pénzt. A pulzusmérő órába bele kell fektetni, és igenis meg akarom vetetni veled. Vegyél használtan, vegyél olcsóbban. A lényeg az, hogy kezd el és mérj meg magadnak a pulzusmérő órával a zsírégető zónádat. Állítsd meg. Aztán, hogyha majd beleszaladsz egy-két bizonytalan technológiába, egy-két rossz vételbe,
akkor te is ki fogsz kötni a megbízható technológia mellett. Én csak segíteni szeretnék. Jó? Oké. Tibi Kettlebellt használsz kiegészítésként, a gépeken is húzol fel ezzel kizárólagosan. Klasszikus értelemben vett kettlebell gyakorlatokat én nem igazán úgy hibálom és tartom annyira optimálisnak. Az egy és két kezes húzókat részesítem előnbe. Tehát bele-bele nézegettem Pavelnek a könyvébe, és én bigott módon a klasszikus értelembe vett egykezes húzókban hiszem. Ennél jobb gyakorlat nincsen az emberi test formálására. A kettlebell jó, lehet velük egy-két gyakorlatot csinálni, ami jó, de number one, szintén az egy és kétkezes húzók használata. Az én saját filozófiám szerint, amit már szintén elmondtam, de elmondom még egyszer, az emberi test négyféle stílus kombinációjával, ötvözetével formálható legjobban. Ezt a saját edzésem és a klienseknél is ezt a négy stílust használva. Első. A egy és kétkezes súzók használata. Kettő. Konditermi izolációs gépek használata. Kötött pályás gépek, amelyekkel izoláltan, célzottan tudsz egy izomcsoportot dolgoztatni. Harmadik. A púzus kontrollált kardioedzések, negyedik, a saját testvírus edzések, tárháza. Ezt a négy stílust kell kombinálni a számodra ideális és tökéletes test eléréséhez. Mind a három jó külön-külön alkalmilag. Az igazán drámai hatást ennek a négy stílusnak az ötvözetével fogod tudni elérni. Jó? Oké. Adrián ismét, a reggel súzós edzés után TRX, este pedig 50 perc futás heti 5-6 napban, ez így oké? Nem ismerlek. Nem ismerem a sportmódodat. Megint visszakanyolunk oda, hogy ez egy komplex dolog. Nem tudom, a szíved érrendszer milyen állapotban van. Nem, sok meg nem tudok róla, de ha haladó testedző vagy, akkor jó lehet. De több információra van szükségem, hogy precíz választ tudjak neked adni. Magyarán hajnyító, magyarán megfulladni kell a pulzuskontroll közben, vagy csak belehalni. Nem kell belehalni. A nagy átverés a sorok között van. De pulzus kontrollal tudsz mesterséges intelligenciát vinni, és egy nagy fityiszt, egy ilyet mutatni. Mégpedig azért, mert ha zsírégető zónába akarsz lenni, az egy nagyon kényelmes tempó. Egy olyan tempó, amikor még nem veszed kapkodva a levegőt, és folyamatosan folyékonyan tudsz beszélni. Az a zsírégető zóna. Te már kapkodva zidál veszed levegőt és magas a pulzusod, az van egy erőálló képességi zóna. Az nem a zsírégető zónád. Oké? Tehát, ha a zsírégető zónában vagy, akkor semmiféleképpen nem kell megfulladnod. Pont ez a lényeg. Sokan azt hiszik, hogy minél gyorsabban, erőteljesebben futnak, minél jobban kapkodják a levegőt, minél jobban izzadnak, annál jobb lesz. De nem. Abban az esetben a testük energiagyanányt, az izmaikat fogja lebontani. És itt van a gyakorlat is. Ebben kell tudatosnak lenni. Tibor írja, hogy még így is könnyű átsúszni a púzussal a haladón is. Így van, így van, így van. Ezért a súzós edzéseket, mindennemű testedzést púzus kontrollal hajts végre. A tudatosság egy magasabb szintjére fog tudni lépni. Oké. Okay. Henny, aerobik edző vagyok, minden nap van, órám plusz két súlyos edzés, és végzek a felesleges, és 2-3 kiló mégsem megy az hasamról, miért? Szerintem, ugye nem érthet, hogy mennyi aerobik edzést tartasz, de szerintem azért elégedesen meg vagy pörgetve, és ott intenzíven részt veszel.
pihenés pillérénél buksz el, szerintem többet kell pihenned, és optimálisabban kell táplálnod a tested. Itt gyanítom a probléma forrás számunkra. Csirkemell sonka vagy gépsonka vagy szalámit válasszak. Ne válasz egyiket sem. Az már nem tartozik bele a tiszta táplálkozás fogalmába, hogyha te boltba veszel vákuumcsomagolt szalámit. Az már nem tiszta táplálkozás. Miért? Mert lesznek benne különböző tartósítószerek, adalékanyagok, stb. Oké? Tehát otthon szépen süsd le, készítsd a csirkemelledet, a halat, bármire, amiben nincs tartósítószer, és szépen azt fogyaszd el napközben. Szalámi, meg a csirkemell is jó lehet, ha te otthon házilag elkészíted tisztán. Ma épp láttam egy ilyen receptet a 13 hét zárt Facebook oldalán. Miért van 13 hét? Erre majd elárulom egyszer a választ, most nem. Csoki jó ötlet. Én csokit viszek. Látjátok a TV. Csoki, csoki, csoki. Jó, itt a csoki az egy megfelelő zárszó lesz. Mára ennyi lenne. Eltelt az egy óránk. Lómáj. Valaki betudta itt a végére. Lómáj. Nem hangzik rosszul. Lómáj. Arra kérlek, hogy készítsd a lómájat. Süsd meg magadnak, és majd küldj olyan információkat, hogy milyen volt, hogy esett, jól esett, hogy érezted magad utána, hogyan reagált rá a testet, hogyan emésztetted, és ígérem, hogy Barta Ákos táplálkozásos kutató barátomnak ezt meg fogom tőle kérdezni azt, hogy a lómáj mennyire optimális és hasznos. Oké? Okay? Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet. Véget ért Röpke egy óra hosszás utazásunk. Jövő héten folytatjuk. Ha maximálisan elszántod, akkor gyere a VIP részlegbe. Ott több motiváció, jobban fogunk beszélni, több motiváció lesz, jobban ki fogom fejteni az edzést, az edzéstechnikát, be fogom mutatni videóval, hogyan lélegezz edzés közben, hogyan hagyd végre szabályosan gyakorlatokat. Hát ha elszánt vagy, akkor találkozunk a VIP részlegen, ha nem, akkor is fogok kommunikálni, nem húzod meg a találkozást velem. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, ne feledd, a feladás nem opció, hamarosan jelentkezem, vedd fenyegetésnek. Sziasztok!